Ez a könyv Pavel Markovszkinak a Kíváncsiság anatómiája című könyve az, ami a terítékre kerül. Mit kell tudni a szerzőről, mert hát ő valamennyire mondható, hogyha utána nézünk sztárnak, filozófus sztárnak, de a magyar olvasók talán kevésbé vannak ezzel tisztában. Hát erről már beszéltünk, hogy elég gazdag életrajza van az úrnak, és szerintem ennek a könyvnek egyébként az egyik legérdekesebb része az utólag írt előszó. Ez ritkán szokott szerintem izgalmas műfaj lenni, tehát azért itt általában az öntömjénezésen túl sok mindent nem mondanak el adott esetben a szerzők, tehát megállapítják, hogy 20 év múlva is zseniálisak. Ezt Markovszki is megállapítja egyébként, nagyon becsületesen végigveszi gazdag életművét, de van benne egy nagyon erős önkritika, és számomra ez volt a legérdekesebb. Tehát ez a könyv 99-ben született, láthatóan ez volt a lengyel posztmodern csúcskorszaka, zenitje, ebben ő egy nagyon komoly szerepet foglalt el, ő valóban franciából fordított posztmodern szerzőket, tehát tényleg a legnagyobb neveket. Amúgy is egy nagyon jelentősnek számító közszereplő Lengyelországban, olyannyira, hogy ezt meséltem neked, hogy még botrányok is fűződnek hozzá, tehát néha egy-egy verekedés, levelezgetések, már írókkal hasonló, ilyen bulvár jellegű fordulatok. Viszont ugye eltelt 20 év, és 20 év után felülbírált a saját életművének ezt a részét, és ezt a könyvet magát. És ez számomra nagyon érdekes volt, hogy ugye leírja, hogy a mából nézve ő már nagyon kritikusan szemlél erre a könyvre. Jelenleg ő Chicagóban él, ami ugye az egyik legnagyobb lengyel anyanyelvű város mai napig a világon. Az ottani szlavisztika tanszéket vezeti. És hát tulajdonképpen röviden azt mondja el, hogy volt ez a korszak, mindenki a posztmodern lázában égett Lengyelországban, ami azért Lengyelországban még azért is egy kicsit pikánsabb dolog, mert hogy ez a messianisztikus, romantikus hevület, ez hát azért náluk egészen más erővel működött, mint nálunk. Hát ugye szokás mondani, hogy Lengyelországban is a 80-as években ért véget a romantika, csak nem az 1880-as, hanem az 1980-as években, tehát ez a szolidaritás időszaka azért ezt erősen még táplálta. És akkor itt megfogalmazza ebben az előszóban, hogy tulajdonképpen ez egy kicsit hiba volt. Hiba volt ez a fajta kozmopolita lelkesedés, hiba volt az, hogy nem akartak a nemzetről beszélni, hogy nem akartak foglalkozni többi a szolidaritással. Tehát nyilvánvalóan 80-as évek után ez érthető, amikor meg minden erről szól, de nekem nagyon rokonszenves volt, hogy ő ezt így megírta. Az látszik, hogy az életműben is utána van egy erős elmozdulás, és jelenleg egyébként Markovszki most már kimondottan politikai vonatkozású könyveket írt, tehát hogy az egyik legutolsó könyve az a kulturális harcnak a bugyraiba és a populizmusnak az elemzésébe vezet tulajdonképpen, mindezt most már Chicagóból teszi. Valóban azt írja, hogy a posztmodern láz, és az előszó ígéri is ennek a felülvizsgálatát, vagy ígéri az önkritikát, de valójában, mintha ez egy dupla fenekű fogás lenne ugye a szerző részéről, mert igazából, hogyha utána elolvassuk a könyvet, akkor ennek nem látjuk a jeleit, vagy nem találjuk meg a nyomait, hogy de hogyan látod ezt az önkritikát, ez miben nyilvánul meg, mi a konzekvenciája ennek? Én azt gondolom, hogy ebben a könyvben egyébként már tetten érhető az, hogy ez egy kicsit egy dupla fenekű könyv. Tehát egyfelől tényleg a kedvenc posztmodern témák ott vannak, olyan szerzőket elemez, tehát azért tényleg Derrida előkerül sokszor, vagy van ugye például egy szótár paródia ebben a könyvben, vagy kicsit parodisztikus szótár, ami ugye annak a 90-es éveknek az egy kedvelt műfaja volt szintén. De közben azért, hogyha tényleg az ember átadja magát ennek az elég szerintem sodró könyvnek, mert a stílusa az kétségkívül olvastatja magát, akkor látja azt, hogy azért a témaválasztásokban is bekapcsol olyan irányzatokat, vagy olyan regisztereket, amik már egy kicsit azért árnyalják ezt a posztmodern lelkesedést. Tehát, hogy azért például a misztikusokkal elég sokat foglalkozik, ugye Eckhart mesterrel sokat foglalkozik, akkor Blake-nek a művészetével, és ezt is valahogy kicsit azért olyan szűrőkön keresztül, hogy ráadásul ugye a könyvnek az alapját ez a kíváncsiság története adja. Az első két tanulmány ezt kimondottan ezt elemzi, tehát hogy hogyan változott a kíváncsiság, a gyűjtőszenvedély az évszázadok során.
és már ebbe is szerintem, kiolvasható egy olyan vonulat, hogy mi az, ami elveszett. Tehát, hogy mi az, ami elveszett a racionalitással, mi az, ami elveszett az enciklopédikus tudással, és hogy mintha egy kicsit egy ilyen rejtett történet szálat is felkapna, ami nem annyira illeszkedik ebbe bele. Megütötte a fülemet, amikor ezt a parodisztikusságot említetted, ugye Baudrillardnak a tulajdonképpen a legfontosabb fogalmait sorra veszi az egyik esszében, és hát majdhogy nem, ez egy, hát hogy mondjam, ez egy apológiának tűnt nekem előszörre, de te érezted benne a paródiát is ezek szerint. Szerintem itt azért van egy alapvető, sajátossága a könyvnek, amit érdemes kiemelni, hogy azért ez tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy Eco esetében, akit alaposan elemez, hogy akkor ő mennyire volt elméletalkotó és mennyire regényíró, majdnem a Marcos körül is elmondható. Az a díj, amit kapott ezért a könyvért, az amúgy egy irodalmi díj. Tehát azt debütánsoknak adják Lengyelországban. Ez a könyv szerintem önmagában megmutatja, hogy milyen az, amikor egy filozófus az irodalom eszközeivel képes dolgozni. Igen, ugye Huizingának ez a híres különbségtétele a Homo Ludensben, hogy az emberi játékosság az hogyan romlott el, mikor a sportban már intézményesült. Egy picit így éreztem a kíváncsiságnál is, hiszen az egész könyv fölfogható a kíváncsiság fogalmi analízisének, hiszen valóban a legkorábbi időszakoktól egészen a posztmodernig a kíváncsiságot, tehát a megismerő tevékenységet, a vizsgálódásokat, a világról való tapasztalatszerzést teszi tárgyává a szerző nagyon sokféle fogalomhasználatot mozgósítva. És ez az első kérdésem, hogyha egy kicsit belemegyünk a fejezetekben, már nagyon nehéz kiemelni egy-egy okfejtést, hogy a kíváncsiság és a gyűjteményekhez mennyiben vonul szerinted végig az egész könyvön? Nem biztosuk arra az itt lévőket, hogy olvassák el. Sokkal jobban járnak, hogyha az utolsó fejezetet, ami egy interjú, azt elolvassák, mert abban szerintem Markovszky nagyon szépen végigveszi, hogy végülis mi az ő pozíciója. Tehát ő egyébként azt mondja, és ezt különböző példákkal, főleg Nietzsche-re hivatkozva, akiről egyébként szintén írt könyvet Markovszky, azt mondja, hogy tulajdonképpen ő filológus, és hogy ezt veszi végig, hogy ez mit jelent és miért fontos. Tulajdonképpen szerintem ez valóban egy jó összefoglalója ennek a könyvnek. Egy nagyon, nagyon érzékeny, nagyon szellemes filológusnak a könyve, aki tulajdonképpen topzódik. Tehát ennek a könyvnek szerintem ez a kulcsa, ez nem egy nagyon exakt kapaszkodó, de hogy ez egy zabolátlan elmének a topzódás, és tulajdonképpen ez maga a kíváncsiság, amiről ő olyan sokat beszél. Illetve ugye a kulcsfogalom a reprezentáció, amiről ő külön könyvet is írt, a reprezentáció miben létéről, mert hiszen minden írásban visszaköszön az, hogy a valóság és az, ahogyan a valóságot reprezentáljuk, akár a gyűjteményekben, akár hogyha Baudrillardnak a hiperrealitás fogalmára gondolunk, amikor már ugye azt látjuk, hogy nincsen valóság és nincsen fikció, hiszen a fikcióhoz szükség van a valóságra, tehát itt igazából már csak a hiperrealitás az, amit érzékelünk, és akkor ennek a gondolatmenetnek a révén jut vissza Eckhart mesterig, vagyis a misztikus gondolkodásig, és valóban itt, minthogyha a posztmodern és a logocentrikus gondolkodáshoz való visszatérés birkózna egymással. Hát igen, és mondjuk, hogy mindezeknek a meccéspontján meg azt gondolom, hogy az identitás kérdése. Tehát szerintem ez még a Markovszky könyvében a legfontosabb irányvonal, vagy vezérfonal, hogy egyáltalán mi teremti meg, vagy mi teremtheti meg az identitást. Ugye nagyon sokat foglalkozik az elején a saját nevével, és azt körbejárja, vagy a névnek a problémájával. Tehát mindezekben talán nem is érdemes ennyire részletesen belemenni, de hogy ezek nagyon szépen párbeszédben vannak ezek az elemek az egész könyvben, és közben azért annyit tegyünk hozzá, és akkor még hát, ha ezzel kedvet csinálunk, hogy azért kultúrtörténetileg is egy nagyon széles tablót kap az olvasó. Tehát tényleg végigvesz nagyon sok életművet, nagyon sok tudományterületet, szóval mindenképpen egy gazdag, tartalmas kötet.